Ezúttal a Szabadság téren a magas beépítésű házak mellett épített új parkolókat vették birtokba az ott élők október 27-én délután. 48 parkolóhelyjel bővült a belvárosi Szabadság tér 1-es, 2-es, 3-as számú társasházak környéke. A kivitelező a Baumidex Kft. Volt. A beruházást Schwarz Béla polgármester adta át október 27-én. Egy nagy összevont ünnepségnek lehetünk itt a tanúi, hiszen ugye a korábbi időszakban nem adtuk át még a hotel előtti parkolót sem, meg a városháza előtti parkolót sem, és most itt a Szabadság tér 1-2-3 között megépült parkolókat fogjuk átadni, tehát mind a három létesítményről ugye egyszerre beszélnék. Ugye összesen az 1155-től az 1181-es sorszámot viselő közlekedési létesítmények átadásáról van szó, ahol 200 parkolót valósítottunk meg, 200 parkolót, 250 millió forintot költöttünk erre a 200 parkolóra, amiből új, tehát ami még korábban nem parkoló volt, az pedig ez a Szabadság tér 1-2-3, ugye itt 48 darab parkolót létesítettünk. Hát szeretném azt önöknek elmondani, hogy annak idején, amikor ezt a beruházást elindítottuk, akkor tartottunk egy lakógyűlést, és volt, aki örült ennek a megoldásnak, kétségtelen, hogy olyan is volt, aki nem örült ennek a megoldásnak, mert autók jelennek meg a házak között. Azonban azt hadd mondjam el önöknek, hogy itt körülbelül egy olyan 10 évre visszatekintve mi többféle megoldással próbálkoztunk. Kétszer megpróbáltuk parkosítani a házak közötti területet. Kétszer. Egyik se sikerült, mert ugyanúgy rájártak a zöldre, ugyanúgy keresztül kasul közlekedtek az emberek, tehát az a 2 éves munkánk az a semmibe veszett, és végül is most lényegében a MEKI átadásával egy időben vált ez szükségessé, hogy akkor ezt a parkolót is megoldjuk, hiszen az itt lakók, azok általában ott parkoltak a művelődési ház parkolóival, és számukra kellett biztosítani ezt a parkoló mennyiséget. A lakásától 500 méteren belül mindenkinek jár egy ingyenes parkolóhely. A belváros szép részén, a templomdomb és a művelődési ház közelében az átadott parkolóhelyek tovább javítják a helyzetet. Ajka város önkormányzatának kiemelt, ha nem a legkiemeltebb feladata az, hogy az itt lakók, a városban lakók életminőségén javítson. Ha lehet, nagyon sokat javítson. Én azt gondolom, hogy most nem akarom megismételni azokat a gondolatokat, amit polgármester úr mondott, hogy tekintettel kell lennünk egymásra, mert ami az egyiknek jó, az a másiknak nem biztos, hogy jó. Tehát ez az élni és élni hagyni, mint mindenhol ebbe a dologba is fennáll és működik. Az biztos, hogy ahhoz képest, ami itt volt korábban, itt ezen a tájékon főleg, minőségi változás történt itt. Az egész városközpont egy nagyon gyönyörű, kulturált és karbantartott képet fog mutatni, és szerintem aki ide fog jönni a városba máshonnan, más helyekről, azt fogják magukba vinni tovább, vagy vissza, vagy terjesztik, hogy Ajka megint szépült egy nagyot.